Szóval köszöntök mindenkit nagy szeretettel, most pedig készüljetek fel, ugyanis Golyák Jánát fogunk nézni, mivel az elmúlt időszakban rengetegen kértétek, most pedig megjelent a legújabb videója, mint mindig ott van a leírásban az eredeti, mindenféleképpen lessetek rá, illetve iratkozzatok fel az ő csatornájára is, hogyha pedig örültök ennek az egésznek, akkor csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Na de az a videónk címe, hogy elátkozott babát találtunk, de nem már, figyeljen, hogyha bármi tippre van szükséged, csak szóljál, ugyanis már egy éve élek együtt egy elátkozott babával, bár igaz, hogy nem csinál semmit, de mindegy is, most nem az a lényeg. Úgy nézzük a is. Hogy elhagyott a gyerektáborban. Nekem nem volt gyerekkorom. És tudod, mi nem volt még nekem az se. Hogy ezek az állatok mégis mit műveltek? Ismételten! Felkészülve. Kutyákkal jöttek, akkor indulás. Ezek ide jönnek, Ricsi. Itt vannak konkrétan mellettünk. Hát ott futás lesz. Késekkel vadásztak már rájuk. 37 éves ember bontás közben ebben a mögöttünk lévő épületben halt meg. Szuper! És oda mentetek ti állatok! Hogy van ennyi bátorságotok? De kíváncsi vagyok, hogy az elátkozott babát vajon Jana hazavitte. Hagy valami jelet, hogyha itt vagy. Nézzétek meg! Az a gyertya ott nagyon is elaludt. Mik lesznek itt ebben a videóban? Na látjátok, pontosan ezek miatt szeretem én Golyák Janának a videóit. Ugyanis egy percre sem lehetünk nyugodtak. Olyan formák, ahogy is rácok. Szép visszaszámlálás volt. Az a helyzet, amúgy bemutatnám a környéket. No. Ez úgy néz ki, mint Jégóban valami Taze Home Point amúgy. Megyünk Dust 2-re? És miben amúgy, hogy a srácok pont azon a kapun másztak ott be? Mi ez a hang a háttérben? De úgy kajak. Tudjátok, a démonok ott a kis GBL-el bulikáznak meg minden. Nyugi emberem, nem lesz itt semmi baj. Aha. Táborban vagyunk, amiről Ricsi mond pár elég érdekes infót. Egy elhagyatott gyerektáborba mentetek? Vannak ilyenek Magyarországon? Hát nem is tudtam róla. 120 millióért 2022-ben. Ezt miért tudod? De ez rettentően fura amúgy, hogy valaki megvette már közel két éve 120 millióért, és még mindig elhagyatott, és nem kezdett vele semmit, bár amúgy így is többet ér már fixen, mint amióta megvette. Srácok, nyilván a YouTube-ra azok kerülnek föl prioritásra vágottan, ahol tényleg történik is valami. Nem tudnátok, hát persze. Ugyanis néztem, hogy jó pár órás live-okat szoktak nyomatni. Mi is itt vagyunk. Az egyébként hárommal több, mint amennyire kellene lenni. És ebből csupán egy pár tízperces videókat szoktak összevágni. Ugyanis a legizgalmasabb pillanatok vannak itt nekünk. 21 millióért adták el. Na, figyelj! Hát akkor azért jó üzletet csinált az a valaki, aki 2003-ban megvette 23 millióért, utána pedig 22-ben eladta 120-ért. Lehetséges, hogy aki most megvette, azért viszem, mert hogyha véletlenül az is valami hasonlót fog tervezni. Ez egy óriási terület lehet, az este rosszul kezdődött, ahol most vannak. Ez mint hogyha valaki azt a rozsdás kaput nyitogatta volna. Ez hogyha ez a kapu, akkor most kaptak el. Akkor ők nincsenek itt egyedül, meg értitek, ez valakinek a tulajdona. Leggyorsabban. Szóval ide nem a legszerencsésebb bemenni engedélyek nélkül. Tudod, mi a legnagyobb félelem? Na micsoda? Bujócskázni fogunk egyszer, és valaki nem lesz meg. Hát ja, az mondjuk nem lenne túlságosan kellemes. Mi a fasz? Nem? Már látod is. Az ilyen teke, nem? Na. Hogy vágjátok arra, madzaggal ráraknak egy ilyen labdát, alatta pedig ilyen bábuk vannak, és akkor így el kell dönteni. Bár lehetséges, hogy nem tekének hívják, de ez egy ilyen nagyon old school játék. Húzz vissza az órát! Ki az, aki fütyült? Vagy mi volt ez a hang? Hallottad ezt az állott ember hangot? Hallottad? Igen. És hogy megijedtek ők is? Tehát nem csodálom, melyikünk nem ijedt volna meg ilyen szituban? Itt menjünk az épület mögött, mert arra van a nagy tér. Tehát szerintem erre menjünk el hátra, és nézzük. Azaz. Jana nagyon is ismeri a terepet. És túl fog járni. Mindenki eszén. De szerintem nézzük fel. Nézd, kezdet. Menjél csak te fel elsőnek. Ahonnan hallottam. És tudjátok, ha megjelent valaki, őt ott kell hagyni, és már megyünk is. Legalábbis annyira, mint benne, biztos nem. De nem, hát összetartanak, és jó barátok. Sose hagynák cserben a másikat. És be fognak oda menni? Az emberségünk. Ez egy fülős volt.
Igen, ez van. De annyira jó amúgy, hogy miközben itt rettentően meg vagyunk rémülve, ők így poénkodnak meg minden, és így kevésbé fogunk félni, tudjátok. Ezért szoktam horror videókban én is viccelődni. Itt szerencsé volt a fiataloknak, meg koádukált fürdők voltak. Ezt nem mondott komolyan. De ez annyira régi. És ez kivezette ki. Ki volt az a szerintem intézzünk egy petíciót, és hozzuk vissza. És majd megyünk egy csomó nyári táborba. A játékra? Az öngyilkosos játék. Menjetek már! Tényleg, ez az. És ez az a motivum, nem? Igen. Aha, nagyon is, az az. Most lehet, hogy rosszul emlékszek. Hogy kell csinálni Vladimirit valaki? Én biztos nem tudom. Csak írjátok le, hogy kell. Nem vagytok normális. Kajakja megidézik így random Vladimirit. Várjátok, a kék bál az mennyire régi? Ilyen 2016 meg 18 körül volt, nem? De hát gondolom, hogy csak ilyen felfedezők rajzolhatták fel azt oda. Nem az anno ott tartózkodó gyerekek. Mi az a fény ott? Nem rendőrök. Találkoztunk két nézőnkkel, akikkel lőttünk egy képet. Mennyire kedvesek az ilyen nézők. A srácok így is halálra vannak rémülve, ők pedig is sunyin megjelennek mögöttük. Szia Jana, csináltunk egy képet? A helytől, ahol kísérteties babákat találunk a földön. És hogyha lesz itt bent valaki, akkor gatya. Ha-ho. A srácok most egyedül vagyunk. És kajakra? Ilyen veszélyesen mennek be épületekbe? Vigyázzatok magatokra, srácok! Bazd meg! Itt van még egy szék. Nyugi, az csak egy szék! Adom ki. És mindjárt full máshol lenne. Ez egy illumináció, amúgy is egész szépen meg van csinálva. Lootolnak azért a fiúk rendesen. Mi volt ez a hang? Mint hogyha Janának a nevét mondta volna valaki. Értettem. Mint hogyha ordítanák a nevedet valakik. Mondom én. És hogy két csávót megfogták. És hogyha két... Azt mondtad, hogy Sikics. Azért mondta, hogy hogy fuss Jana, nem? Vagy valami Janás, azért paranoiás rendes a Jana, de hát nem csodálom ilyenek után. És tudjátok, a két kis srácot lehet már így viszik a rendőrök ki, hogy mit jöttetek ide be. Segíts Jana, amúgy lehet, hogy tényleg az meg. Akkor gyerünk. Vagy pedig, ami még rosszabb, lehet a srácok nem a rendőrökkel, hanem mondjuk démonokkal találkoztak. És ezért kérték a szellemvadászunknak a segítségét. Menjünk, jól értem. Na jó. Ez itt egy matrac. Na, milyen kis aranyos ez a Hello Kitty-s graffiti ott. Valamint mozog körülöttünk. Igen, valami állat. Remélem. Aha, állat. Hát mi más lenne, nem egy démon. Fú, de veszélyes voltam, hogy ott is bemászni. Ott, az mi az ott középen? De hát ők maguk a... Az egy baba. Nem mondod, hogy az egy... De. Veszély. Ne, az egy baba. Ott is van ez a látkozott baba! Vigyétek már haza! Keci. Nem, mintha valami súrlódást hallanék, onnan... Haló. Ott van csak egy kis mókus, Jogi! Figyelj, hogy ha valaki van itt, az valószínűleg tudja, hogy itt vagyunk. Ez egy köztop. Ott is van egy baba. Hol? Menjetek már! Tamán. És ott van kettő parababa is! És mennyire be vannak darálva? Ki tudja, hogy mégis mióta lehetnek ott? Az ablak előtt. A fűbe. Itt van előtt. Jana! Spanya pedig nem is vesz észre, ott van előtt egy méterre. Hol van a baba srác? Hol a másik? De szerettem. Ez mint hogyha megbüntették. Na jó, ez tényleg. És ki tudja, hogy milyen rituálékat műveltek azokkal a babákkal. Megint vagytok, akkor létszi ne. Illetve, mit hogyha itt pislágolt volna valami az előbb. Rakjuk ezt körbe gyertyába. Remek ötlet! Találtuk egy elátkozott babát, az emberünk pedig egyből. Ne rakjuk körbe gyertyákkal. És így babákat égettek. Én nem tudom. Nem merek közelebb menni, vágod le. És mindjárt így megmozdulna. Érintsem a babát. Most ott zöld. Az előbb. Mint hogyha egy nagy toppan egy kicsikét bemozgott volna. Akár kettő. Arra, világíts arra. De nem csak én hallottam ezt az ilyen pattanó, csattanó. Egy kis halkhang tényleg volt. Tényleg, amit egy kéz lenne ez a hang. Na jó. Még egy kattanás. Elkezdett beindulni. De figyúzzatok, régi az épület, és azért ad ki ilyen fura hangokat. Nincs ott senki rajtatok kívül, hát persze. Balra menjünk, arra. Telefonfénnyel menjünk. Itt menjünk ki? Hú, bazd meg, nem tudom. Emberi beszédet hallottak, jó, és akkor most emiatt... Készüljetek fel.
ennyire sötétben. Induljunk el, hátkifutára. Menjél, menjél, gyorsan. Haladnak tovább. Menjünk. De ügyesen csinálják amúgy. Akkor indulunk. Ezek ide jönnek, Ricsi. Itt vannak konkrétan mellettünk. És tudjátok, ott lenne egy csomó rendőr kutyákkal, meg minden, és rájuk vadászna. És kajak az lenne? Nem tudom, próbáljunk meg megkerülni ezt az egészet. És nehogy megharapja valamelyik őket egy kutya. Hát nem tudom, mi legyen, én nem tudom, hogy viseljünk, srácok. A kisbaba, a K2-be jelzett, a random dübögések. Ide vissza kell jönnie. Ez a beszéd, tehát pont ezt akartam én is mondani, hogy csak vissza fogtok majd még menni. Tenni. A területre kutyákkal jöttek be utánunk, szóval elmenekültünk az erdőn át, viszont semmi nem gátol meg és minket abban, hogy visszajöjjünk, és kiviseljük a babákat, mert ennél rémisztőbb dolgot nem tudtunk. Itt vagyunk a második nap. Azaz, visszamentek, mekkora állatok vagytok. Megnézzük, látunk-e fényt a területen, szerencsére nem így volt. A háttérben szóló zene miatt pedig ne ijedjetek meg, a közeli településen valami buli van, és onnan szűrődik be. Lejátszák a fény. Menjünk a raktárat, nézzük meg. Na, ott találtátok a babákat? Akkor, mint egy raktár, tesó. Bum! Nem már kajak? Mielőtt az ablakon szeretnél bemászni. Igen. Nem. Tudom, hogy van egy ilyen fétisod. Nekem van. Pedig mennyivel jobb az ablakon keresztül bemenni? Nem, állat volt. Már megint mi volt ez a hang? Tudja, hogy csak egy állat megmozdított valamit. Szerintem pont egy egyébként. Vagy pedig az? Jó, nem kell itt félni semmitől. Persze, hogy nem kell. Bár azért. Nem vagyok túlságosan nyugodt. Én bevallom nektek. Pozz meg. Azért ez para. Ezt tudod. Ez ilyen gyerekjáték. De mikor volt ez gyerekjáték? 100 évvel ezelőtt? Mennyire régi lehet ez? És tudjátok, itt az ablakban mellettük BAM! Megjelenne valami. Megyünk is akkor vissza a babákhoz. Igen. Opa. De mennyire jól eltájékozódnak, minthogyha... Akkor én kacsacsűrű kell, hogy ide valósiak lennének. Hallom, hogy itt lépked. Ez elég. Légy színe. Hát azt mondjuk nem valaki, baj. Nem van valaki. És tudjátok, nem is ember lépkedne ott, hanem bizony. A babáknak a démonja ez. Ez ment. Akkor menjek előre? Tudja, hogy ő lesz feláldozva, akkor menjek előre? Nagyon sokan írták, hogy bementek utánatok, kés is van náluk. Ez amúgy igaz. Itt van haverom, amik most jöttek a buliból, és látták, hogy drogosok mennek arra kés. Jó, de szerintem ez csupán ilyen nézői paráztatás. Ott várnak a babánál. És direkt szivatják őket. Amúgy valaki küldött egy cíl. Legalábbis bízunk benne. 37 éves ember a bontás közben ebben a mögöttünk lévő épületben halt meg. Itt, munka közben. Rosszul lett. Szóval akkor természetes úton halt meg. Bár ki tudja, hogy a rosszul lett mégis mit takar pontosan. Hol menjünk be? Én próbálom itt a pozitív oldalát nézni a dolgoknak, tudjátok. Itt vannak. Kik? Oda van írva nekünk, hogy védekezz. Na de komolyságot. Valaki, minthogyha nevetne. Most hozzuk vissza a régi szép időket, amikor gyújtottunk gyertyát, meg ilyen. Akkor még ilyen hülyék voltunk. És persze, hogy a baba körül. Gyújtani fognak gyertyákat, de mik ezek a hangok? Nem tudtok kimenni. Tisztán hallatszódik, hogy ott a közelben vannak valakik. Itt vannak bent. De csak nem lesz náluk kés, és nem igaz az, amit a nézők írtak. Most mi legyen? Ugyanis szoktak emberek kacifántos dolgokat kitalálni. A testőr azért be van ott feszülve. A reflexei is toppon vannak. Hát azért... Azért. Ilyen testőr mellett nem csoda, hogy nem félnek az urak. Rácok, mert fázunk. Hallod? Ez hogy került rám ez a kormány? Majd a gyertya. Figyeld. Miért nem fogtok fázni? Itt volt, így. Ez egy fémkampó. De azt nem tudom, hogy került ide. Csak így véletlenül pont beléd akadt. Nem pedig a démon rakta rád, nyugi. Nincs itt baj. Ez na, hát érjetek már hozzá a babához, és tegyétek közelebb a gyertyákhoz. Amerikában nagyot megy különben ezzel, így aki hisz az ilyen
spirituális cuccokban az... És hogy elnéznek közben? Vele temetőkbe, és akkor így oldalra. Nem kell benne hinni, mi szkeptikusan állunk hozzá. Háromszor kimondta már eddig a nevemet, hogy Jana, kétszer a mumusos padláson. Azt láttuk is amúgy videóban. Az egyik házban. De na de most vajon mit fog mondani? Érdekes dolgokat, viszont... Ez itt a kérdés. Ez egy real... Ez egy izé. Becsomagolva már az én spirit boxom meg van rendelve hónapok óta. Csak még nem voltam úgy időm elkészíteni ezt a videót, de hamarosan majd érkez. Mi fog? Te babákkal van valami parasztod? Azt mondd rá, hogy igen. Hagy valami jelet, hogyha itt vagy. Mi a fasz? De telibe utána aludt el az a gyertya? Vagy pedig még a mondat a közepén? Hagy valami jelet, hogyha itt vagy. Mi a fasz? Egyből kimondja, hogy te adj valami, és már el is aludt. Hát... Fogtsad el mind a hármat, nem tudja? Ez csak a szél volt, ugye? Aha, csak a húzat, mi más is lenne? Egy? Nem azt mondta, hogy egy? Szia, Ricsi vagyok. Van kedved beszélgetni? Ricsi már mindjárt befűzít a démonnőket, tudjátok. Akkor elköszönünk még, hogyha így nincs más kommunikálni. Most megkapod! De mégis mit kap meg? Aha. Most még egyet kifújt. Mi a fasz? És a harmadik az is. Mindegyik el... És várjál! Mi a fasz? Ne csináljátok ezt velem! Tesó, megint látták a két szempárt. Ide nézz. Azt a kurva. Onnan és mindjárt majd megmozdulna. A baba, és amit ott mutat, az telibe az egyik nézőjük live-ból screenshotolta, hogy a háttérben ott volt az a kettő szempár. Azt a kurva, lámpa. Ott van még a baba a helyén? Jó. Lefog, most merül le a lámpánk, család. Ennél horrorfilmesebb nem is lehet, de hát persze, mégis mikor merülne le, hogyha nem ilyenkor? De ez, hogy magunkra haragítottunk. Ez nem jó, ez nagyon nem jó. Na jó, tudni is fogok. Nem hát de nem viszitek haza azt a babát, na? Hát gondolj már, hogy mennyire jól mutatna a polcodon. Hívnak, folyamat hívnak. Kik? Azonnal menjünk el innen. Nincs fényünk, ennyi. De jó felelősségteljesek. Ott a fény, nézd meg. Igen, szerencsére, ott hogy már egyből lépnek is le innen, amint hallanak ilyen fülöságokat. Na jó, tűnés. Mi volt ez az ajtócsapódás? Nem tudom, tesó. És akkor a szellemvadászai túlélték ezt a kalandukat is, hát erről van szó. Hajon még fognak találkozni valakikkel? Kettőnkre bejelzett ilyet, eddig egyszer tapasztaltunk, mikor egy elátkozott kórházba jöttünk ki. Lehetséges, hogy egyszer tényleg magunkra haragítunk valami? És kajakra. Magukkal hazavinnék a démonokat. Ez és nagyon fura. Akkor az a magunk. De hát fixen, csak a telefonuk miatt jelez be meg ilyenek, hát persze, mi más miatt is. Vészvilogozunk az út szélén, eltűnt a spiritboxunk. Tele van bogarakkal az autó, a Ricsinek az autója. Hova tűnt a Spirit Box? Egy nagy üvegszilánkot, ugye pont a kerék fele, hogy belemenjen, még jó, hogy észrevette. Nagyon par, hogy ennyi ellenségük van, mert gondolom ezeket emberek csinálták. Az ablakára fölírták, hogy golyák jön a meghalsz, úgyhogy... Ja, szóval ez a helyzet, most itt állunk. Már ez a meghalsz felirat, ez gondolom, hogy csak ilyen vicces paráztatás akart lenni, de ez az üvegszilánkos téma, ez most rettentően nagy görénység. Tudom, hogy... Azért itt a videónk végére eléggé ki van már akadva, Jana, de hát nem is csodálom ilyenek után. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy jól fogtok tudni utána aludni, hogyha bejött nektek ez az egész, akkor csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, én köszönöm szépen a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!